legyen autonómia, vagy nem? Hát legyen, mert mikor mi gyerekek voltunk, akkor is volt. Mikor jártunk az iskolából, Vásárhely, Magyar Autonómia tartomány volt. Aztán azután ugye elfordították, letették, leváltották. Még jobb lenne, több lehetősége lenne, hogy magyarul tanuljanak és beszéljenek, és a közigazgatásban is, hogy magyarul legyen. Én részt veszek a tüntetésen, és nagyon szeretném, ha sikerülne. Mert nagyon nagy különbség van a román jogok és a magyar jogok között. A kisebbség csak kisebbiség. Ha valaki nem tud románul, akkor éhen hal Romániában. 13 év alatt, amióta itt lakok, annyi sikerült, hogy felépítettek Kiskenden egy kultúrt. Se járda, se semmi. Nem adnak pénzt. Hát azért nem a magyar település nem kap annyi támogatást, mint a román többségi nem település? Nem kap elég támogatást. Valósággal csúfolkodnak. Csúfolkodnak. Nem másodrendű állampolgárai vagyunk a román államnak, hanem tizedrendű. Óriási összegeket költenek el a román tartományokra, Észak-Moldovára, ott, ahol voltak tavaly előtt volt valami árziskárosult, benyomtak egy csomó pénzt, de nyoma nincs. Ezek megalkuvók, hazugok. Szemedbe mondják, hogy ne, persze, persze. Aztán kiforgatják, kitalálnak, és elsúvasszák a dolgokat. Itten kérem szépen, amit nagyon jól meg lehet tanulni, lopni. Becsületes munkát nem. És tulajdonképpen az történik, hogy a román kormány és a román közvetek igyekeznek, hogy ebből is rövid zárlatot csináljanak, ne tudják az embereket informálni, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogy autonómia. Hogy mit is jelent az, hogy önrendelkezés és szabadság. Reményekkel várja azt, hogy Székelyföld megkapja az autonómiát? Hát remény van, de távlatba gondolkodva. Románia területén ismernék a reális történelmet, akkor könnyebben hozzájárulnának a románok is. Értem. És mit várnak a székelyek a csonkországi magyar testvéreiktől? Segítsenek, ne szóljanak bele, támogassák. Van valamilyen elvárás a magyarországi magyarok felé, a jelenlegi? Hát hozzáállás kell ahhoz, hogy eredmény legyen. Tehát segítsenek. Igen. Lehetőségekhez. Igen. Hallottál vasárnapi Marosvásárhelyen? Igen, hallottam róla. És esetleg ott leszel, vagy barátaid, ismerőseid mennek, tudsz? Igen, barátaim mennek, de viszont nekem nincsen lehetőségem kiutazni, mert közben jött egy-két személyes dolog, ami miatt nem jelenjátok meg, de viszont lélekben a tömeg mellett vagyok. Persze, megyek. Megyek, csak gyalog nem megyek, mert Marosvásárhely messze van. Kicsit. Mi is azt szeretnék, hogy egy kicsit másabb lenne a helyzet. Önállóbb legyen? Igen, önállóbb legyen. Legyen egy kicsit jobb. Na, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Autonómia párti, vagy nem? Kérem, nem fogja megengedni. Nem vagyok, de nem engedik meg. Szó se lehet. Azon túl vagyunk. Amit egyszer eladtak, azt többet visszavenni nem tudják. De a székelyek nem mondtak le a fizetést. Persze, hogy nem mondtak le, csak nem kérdezték meg akkor se, amikor elvették, hogy odaadjuk-e, vagy nem adjuk. Tetszik érteni? Mit üzen az itteni székelyföldi fiataloknak? Kérem szépen, tartsanak esze, fogadjanak szót, legyenek rendesek, ne hagyják el haza, mert ennél jobban csak kapnak.